Most folytatjuk a Moodle pontozói naplójának az áttekintését. Ott hagytuk abba az előző videóba, hogy létrehoztunk kategóriákat, amelyben majd a tevékenységeket fogjuk sorolni. Most, hogyha benézünk a pontozó naplónkba, ugye megint a pontozó jelentés nézett vár minket, és látjuk, hogy megnövekedett itt ez a kis ablakocska, ugyanis a létrehozott kategóriákat ide beszúrta, és még nincsenek tevékenységünk besorolva a kategóriákba. Ebből is láthatjuk, hogy érdemes jól átgondolni, mert bonyolultabb kurzus esetén az áttekinthetőség kicsit nehézkes lesz. Tehát akkor térjünk is gyorsan a feladatunkra, lépjünk be a kategóriák és tételek alá az egyszerű nézetbe, és nézzük meg, hogyan kell a tevékenységeket a kategóriák alá besorolni. Látjuk, hogy itt van ugye az a 7 tevékenység, amelyet már eredetileg létrehoztunk, és megvan a 3 kategóriánk, amit az előző videóban létrehoztunk. Válasszuk ki a dolgozatot, amit a programozás gyakorlatilag szeretnénk berakni. Látjuk, hogy a sorában van egy áthelyezés gomb, kattintsunk rá, akkor megjelenik egy ilyen áthelyező ablak, és látjuk, a dolgozat mellé van kiírva, hogy áthelyezés alatt áll, és a kategóriák alatt megjelennek ezek a kis téglalap alakú helyek, ahova ha kattintok, például a programozás gyakorlat alá, akkor oda át fogja helyezni nekem ezt a tevékenységemet, és valóban látom, hogy a kategória alá oda tette a tevékenységet. Ugyanezeket a lépéseket kell most megismételnem, most a teszteket be fogom helyezni a tesztek alá, először a teszt 1-et választom ki, és beteszem ide a teszt alá, majd kiválasztom a teszt 2-t, és beteszem ide, látjuk, hogy a teszt fölé és teszt alá is rakhat, nem, és sorrendben szeretném, ezért a teszt 1 alá fogom helyezni a teszt 2-t, majd a teszt 3-at a teszt 2 alá, hogy szépen sorba legyenek, majd gyorsan megcsinálom ugyanezt a házi feladatokkal is. Beteszem a házi egyet először a házi kategóriába, majd a házi egy alá a házi kettőt, szintén a házi kategóriába, majd a házi hármat a házi kettő alá, szintén a házi kategóriába. Ezzel elvileg kész is vagyok, a tevékenységeket kategóriák alá soroltam, már csak egy dolog van hátra, hogy mentsem ezeket a módosításokat. Nézzük meg, hogy fog ez most kinézni pontozói jelentésbe. Látjuk, hogy itt vannak a tanulók, és itt van, hogy mely kategóriákban milyen tevékenységek várnak rá. Körülbelül ennyi a feladatunk ebbe a videóba, következő videóba pedig meg fogjuk nézni azt, hogy a tanulóknak hogyan lehet áttekintő hozzáférést adni ahhoz, hogy milyen feladatok várnak rájuk, és milyen feladatokat kell majd elvégezniük.